Egy kép többet mond ezer szónál, de mi történik, ha valamihez nincsenek képeink? Képzeljünk el egy világot, ahol az építész nem tud alaprajzot készíteni egy katedrálishoz, ahol az elektromértek nem tudják is rajzá kapcsolni az elemeket, ahol a kémikus nem tudja molekulává fűzni ábráin az atomokat. Tudnánk-e felhőkarcolókat építeni, vagy számítógépeket tervezni egy ilyen világban? Mennyi ideig tartana leírni a bonyolult szerkezeteket pusztán szóban, vagy matematikai formulákkal, és mikor is tudnánk írni őket, mennyit értenének meg ebből a diákjaink? Sajnálatos módon a kvantuminformatika egészen a közelmúltig pontosan ebben a helyzetben volt. Ez az absztrakt tudományák híresen érthetetlen, részben annak köszönhetően, hogy csupán egyesével tudjuk reprezentálni a kvantumbiteket. Az általam kidolgozott új módszer ezt az akadályt küzdi le fraktálok segítségével. Az önhasonló reprezentáció lehetővé teszi, hogy az egyes kvantumbiteket összekapcsoljuk, így egyáltalán jelenítve meg a bitértékeket, a mérési valószínűségeket és a mérési eseményeket. Azon hasonlóság lehetővé teszi, hogy a rendszereket és feltételes valószínűségeket vizsgáljunk ugyanazon lokik segítségével.